Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket, de legalább ekkora tisztelettel köszöntöm László Jánost. László János az a szent ember, akiről már nagyon sokat beszéltem az előválasztási kampányban, aki az idejét, energiáját arra dedikálta, immár több mint 3 éve, hát 3 éve dolgozunk együtt, tehát gondolom, hogy jóval több éve, hogy az igazságot, a valódi tartalmat, az igazi híreket eljuttassa az ország utolsó sarkába, vagy ahogy én szoktam mondani, minden település, minden postaládájába. Ez a kiadvány, amiről beszélünk, és nagyon jó lett volna, ha hozunk egyet magunkkal, de önök is megnézhetik. Nyomtasd te is, nyomtasdteis.hu oldalon megnézhetik. Egy A4-es lapra 4 A5-ös oldalnyi tartalmat szerkeszt János és néhány barátja, kollégája heti rendszerességgel. Ezt, ha valaki kinyomtatja, és hát egyre többen teszik, és tegyék még többen, akkor ezt simán összehajtva egy A5-ös kis újságot lehet belőle készíteni, és én magam is szórtam például a Békés Sámsonon annak idején az itteni aktivistáinkkal. Ez egy fantasztikus lehetőség arra, hogy a propaganda által félrevezetett emberekhez eljuttassuk a valódi híreket, az igazságot. Én ennek a nagyszerű embernek, László Jánosnak köszönöm ezt a munkáját, és arra kérek mindenkit, hogy a következő 6 hónapban, hiszen ennyi van csak a választásokig, fokozottan segítse ezt a munkát, a civileknek, egy alulról építkező mozgalomnak a munkáját, azzal, hogy minél többen, fiatalok különösen, de idősebbek is, ez egy egészségügyi séta, tessék örökbe fogadni egy települést, vagy egy fél települést, vagy néhány utcát, néhány lépcsőházat, és jelentkezzenek. Van olyan, aki nem tud szórni, van, aki csak a papírt adja, más valaki a nyomtatót fizeti, a nyomtatást fizeti ennek a kis gerilla marketing újságnak, de közösségi összefogással igenis el tudjuk juttatni a valódi híreket még azokhoz is, akiket eddig csak a propaganda, a hazugságok értek el. Úgyhogy János, én nagyon szépen köszönöm a munkátokat, és szeretnék neked minél többet segíteni, és minél több embert oda irányítani a Nyomtasd Te Is csapatához, hogy minél több segítséggel mind a 106 jelöltnek a körzetében megszervezve, tudom, hogy ti megyénként vagytok koordinálva, nekünk ugye a 106 körzetben lesz a mi szervezetünk, ahol önkénteseket igyekszünk majd toborozni mind a körzetbe, és ezeket az önkénteseket kérjük arra, hogy támogassák a Nyomtasd Te Is munkáját, nyomtasdteis.hu. János, légy szíves, néhány szóban mondd el, hogy mi a tendője annak, aki szeretne jelentkezni. Hát először is nagyon köszönöm ezt az erős támogatást. Igen, most már több éve dolgozunk, és nagyon sok ember segít már nekünk, több száz ember. Valamilyen alkalommal eljutottunk már legalább 500 településre, de a lényeg az, hogy rendszeresen kellene ezeken a településeken jelen lennünk, akkor hat ez az újság, hogyha minden héten bekerül a postaládába. Nagyon várjuk a jelentkezőket, és fel vagyunk készülve a fogadásukra is. Hogyha valaki a honlapunkon, a Facebook oldalunkon, vagy egyszerűen csak ír nekünk egy levelet, nyomtasdteis@nyomtasdteis.hu, akkor fogadjuk a jelentkezését, és úgy szerveződünk, hogy aki ahonnan jelentkezik, abban a megyébe összehozzuk azokkal, akik már ott vannak, akik nyomtatnak, akik terjesztenek, és akkor ilyen, ugye azt szeretnénk, hogyha minél több ilyen csapat működne országszerte, és minden héten vinnék a kis településre az újságunkat. Köszönjük. És akkor még egyszer, a feladat az, hogy ha valaki van két keze, van két lába, akkor menjen, fogadjon örökbe egy települést, nyomtasdteis.hu-n, Facebook vagy internetes felületeken jelentkezzen, ott a helyi koordinátorok, ha jól értem, hogy megyei koordinátorok, be fogják osztani, hogy melyik település van, ami még nincs lefedve, ahol tud segíteni. Ha valakinek nincs lehetősége, nincs ez a fizikai ereje, vagy nincs ideje, az segítsen azzal, hogy bevállalja a nyomtatást, vagy adományozza a papírt, tehát bármilyen segítséget elfogad a Nyomtasd Te Is mozgalom, jutassuk el a valódi híreket minden postládába. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak, és legfőképpen László Jánosnak ezt a sok éves önkéntes, önzetlen munkáját köszönöm. Ő egy egyesületet működtet, és az egyesületet is lehet anyagilag támogatni. Kérem, hogy önök is, ha tudják, támogassák. A Nyomtasd Te Is kiadványain mindig szerepel is ez a számlaszám, az adományokból is nagyon sokat tudnak segíteni. Vannak olyanok, akik kiszórják, vannak olyanok, akik kinyomtatják, és van olyan is, aki csak pénzt utal nekik. Minden segítség jól jön. Nagyon fontos, hogy a kormányzati propagandát tudjuk ellensúlyozni a valódi hírekkel. Úgyhogy még egyszer, János, köszönöm szépen a munkádat, további jó munkát kívánok, és nagyon sok segítséget kérünk neki. Köszönöm, János, sok sikert, és köszönöm, hogy lejöttél Hódmezővásárhelyre. Köszönöm.